Terézváros bővelkedik kulturális intézményekkel, többek között itt van a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Liszt Emlékmúzeum is a régi Zeneakadémia épületében, a Vörösmarty utcában, Andrássy utca sarka. Erről is fogunk többek között beszélgetni a Liszt Ferenc Múzeum igazgatójával, Domokos Zsuzsával. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz. Hát Lisztről rengeteget lehet beszélni, és a Liszt emlékév kapcsán nagyon-nagyon sok eseményről lehet beszámolni. Most is valami fantasztikus dologra készült ők, amiről fogunk beszélni mindjárt. Ellenben ma a török televízió járt a Liszt emlékmúzeumban. Na most ők hogyan vették híreteket? Azt pontosan nem tudom, de hát a török rádió és televízió munkatársai jártak nálunk. Ők a nagy művészek emlékhelyeit és otthonaitból készítenek egy nemzetközi összeállítást, és hát nyilván, hogy a honlapunkon megtaláltak bennünket is. Ma reggel jártak nálunk, és készítettek a lakásról egy összeállítást, és beszélgettünk. Hogy tetszett nekik? Nagyon. Én még olyanról nem tudok, akinek nem tetszett Liszt egykori otthona. Egyébként ez így van, hiszen nagy emberek emlékhelyen járni csodálatos dolog, és a Liszt Ferenc Múzeum tényleg úgy van, vagy emlékmúzeum úgy van berendezve, és úgy van összeállítva, hogy tényleg mindenkinek élményt nyújt. Na és akkor itt meg is állunk egy pillanatra, hiszen Liszt egy olyan fantasztikus személyiség, akinek az életművét, ami hála Istennek sok évtizeden keresztül tudott kiteljesedni, mindenki a magáénak tartja. Liszt magyar, de Lisztet az osztrákok osztráknak tartják, a franciák magukénak tartják, tehát Lisztet mindenki ki akarja sajátítani. Te, mint a Liszt Ferenc Emlékmúzeum igazgatója, mit mondasz erről? Azt, amit Liszt mondott magáról, hogy ő mindig egész életén át, gyerekkorától élete végéig határozottan magyarnak vallotta magát, ugyanakkor szemlélete egy európai szemlélet volt, és az egyetemes kultúrának a része, és mindenki ugyanúgy magáinak érezheti, mint ahogy Beethovent is, Bachot is, Handlent is. Nem kéne erről nemzeti hovatartozásról különösebben hangsúlyt fektetni, hiszen elég egyértelmű, hogy az ő akaratát kell követnünk. Most ebben az ausztriai kiállításban tényleg egy picit ez jobban előtérbe kerül, hiszen a kiállításunk címe Liszt Ausztriában, és rögtön fölmerül a kérdés, hogy melyik Ausztriában. Hiszen az ő korában a mostani burgenlandi rész még a királyi Magyarország része volt, tehát ő Magyarországon született, az édesapja is Magyarországon született, a fiatal korát Magyarországon töltötte. Ugyanakkor ez az időszak, vagy ez a terület most már Burgenland része, és az osztrákok szeretik úgy beállítani, hogy ez már az ő világuk, és hát Liszt is oda tartozik. Én azt mondom, hogy mindig a történelmi valóságot és hűséget kell követnünk, minden érzelmi hozzá kapcsolódás vagy fűződés nélkül. Liszt Burgenlandban, Magyarországon élt, majd Ausztria különböző részein, főleg Bécs volt a fő helyszín, ahol ő többször megfordult, természetesen az akkori császári Ausztriában, majd a osztrák-magyar monarchiában alkotott, illetve nem alkotott, inkább koncerteket adott, és ott fordult meg, és az osztrák zenei élettel ott találkozott. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes történelmi háttér, hiszen most gyerekkorom történelmi atlaszai jutottak eszembe, hogy hányféleképpen változtak a határok, és sokszor elsütjük azt a történetet, ami egy magyarországi kis faluba született, hogy a Parasz bácsi nem tette ki a lábát egyetlen egy évben sem, a saját falujából mégis négy különböző ország állampolgárává vált. Hát a határok és a történelem így rendezik az embereknek a sorsát, és pontosan ez látszik ezzel a burgerlandi, illetve magyar határ része, de valóban Liszt egy európer ember volt. Viszont életének voltak tényleg olyan fantasztikus állomásai, amelyeket külön lehet említeni. Ez a sorozat, amelynek most május 10-én 17 órakor lesz a megnyitója, és a kiállításnak a megnyitója a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban, tehát egy olyan sorozatnak a része, amely Liszt különböző állomásainak, alkotási helyszíneinek a részeit öleli fel és mutatja be?
Igen, 16-ban, amikor 30 éves volt a múzeumunk, akkor indítottunk el egy olyan programot, hogy az európai LISZT helyekkel egy élő kapcsolatláncot alakítsunk ki, együttműködéseket, és tulajdonképpen ez a kiállítás is ennek a sorozatnak a része. Itt most a rajdingi emlékhelyel, az egykori szülőházzal és az ott lévő koncertházzal próbálunk együttműködni. Az osztrák kollégánk, a dr. Martin Cserdin, ő a rajdingi szülőházban a kiállításoknak a kurátora, ezen kívül a Hány múzeumot is, van is kiállítást készített Hányról, Eisenstadtban, és annak idején a Schottenstiftben ő készítette egy nagyon-nagyon érdekes és gazdag kiállítást Eduard von Lisztről, aki Liszt nagybátyja volt, és aki ott ért el az életét, és mikor Liszt Bécsben megszállt, mindig ő hozzáment, ő volt a legkedvesebb rokona. Tehát ez az osztrák vonal, de két évvel ezelőtt az olasz vonalat emeltük ki, akkor Bolognával és Firenzével működtünk együtt, akkor a téma Liszt Itáliában címmel dolgoztuk fel az életművet, előzőleg pedig Párizsral és Châteauroux-val, akkor a francia vonal került előtérbe a Donsans operán keresztül. Az a lényeg, és az próbáltuk meg elindítani, hogy ezek az elkülönülten saját helyükön működő Liszt emlékhelyek, Liszt múzeumok egy szövetséget tudjanak létrehozni, esetleg egy kulturális Liszt utat, európai Liszt utat, hiszen így egymást erősítve mindenkinek a saját eseménye sokkal nagyobb jelentőségűvé, nemzetközivé válik, és ezért csináljuk ezeket a nemzetközi kiállításokat is, hogy egymásra is fölhívjuk a figyelmet a saját országunkban is, és hát a Európában nemzetközi szinten is. Tehát akkor van most jelen pillanatban, ahogy említetted, négy nagy helyszínünk, a bolognai, a párizsi, Ausztriában két emlékhely is. Weimarban még, ami nagyon fontos helyszín, ővelük korábban az előző igazgatónő készített egy közös kiállítás Beethoven kapcsán, és van még egy kisebb hely, akivel szintén együttműködünk, akikkel, ez Schillingsfürst Németországban, itt a Gustav Hohenlohe bíborosnak van egy kastélya, illetve az ő kastélya volt, és a leszármazottja Konstantin Fürst zu Hohenlohe herceg úr, a kastélynak a tulajdonosa, és ő az, aki még most is fönntartja a Liszt emlékhelyet, és fesztiválokat rendeznek nyaranta, ahova már bennünket is meghívtak. Ott kiállítást is vittünk magunkkal, előadásokat is tartottunk, és idén januárban pedig mi fogadtuk az új Zenakadémia főépületében, az átriumban az ő festménykiállításukat. Hogy nagyon élénk és nagyon intenzív ez a kapcsolatrendszer. Most is eljön hozzánk a herceg úr erre a kiállításra, tehát Németországot is képviseli, ő Bécsben él egyébként, a Hohenlohe családnak a bécsi ágából származik, de mind a két helyszínt képviseli, és hát ha eljönnek a többi kollégák is, az biztos, hogy Rajndig eljön. Azt tudjuk, hogy itt a Liszt Ferenc Emlékmúzeum olyan, mint egy ékszer. Milyenek a külső helyszínek? A másik ilyen ékszer a weimari ház, ahol lakott és élt, tulajdonképpen talán az maradt meg legautentikusabb formában, mivel Liszt halála után lezárták. Nagyon-nagyon érdekes, viszont a mi lehetőségeink annyiból gazdagabbak, hogy mi egy intézményen belül, az általa alapított Zeneakadémián belül működünk, az egykori szolgálati lakásában, tehát egy élő intézményben tudjuk az emlékét ápolni, sokkal több lehetőségünk van rendezvények szervezésére, koncertek szervezésére, időszaki kiállításoknak a létrehozására, és múzeumpedagógiára, tehát benne vagyunk a város szívében, benne vagyunk egy nagyon fontos intézménynek a szívében szintén, és így gyakorlatilag a mi tevékenységünk nagyon sokrétű tud lenni, és nagyon sok szálon tudunk kapcsolódni a külföldi kollégákhoz.
A Schillingsfürst gyakorlatilag egy emlékszoba, három alkalommal a 70-es években járt ott Liszt, pár napra ott szállt meg. Ezt a tematikát Hohenlohe bíboroshoz és a Marie Hohenlohehez való kapcsolatát dolgozzák fel ebben az emlékszobában, amely egyébként a kastély látogatásának a része, és egy hetet szentelnek Liszt emlékének, amikor egy mesterkurzust tartanak, koncerteket rendeznek magában a kastélyban, és hát egy előadásra is meghívják valakit, a külsős Liszt hozzáértőt. Tavaly például Nike Wagner tartott előadást, és idén pedig Herzog János Rómából fog menni, és hozzájuk, látogatja meg őket, és ő pedig a Hohenlohe család és Liszt kapcsolatáról beszél a római emlékek nyomán. De ez a kapcsolatrendszer is valahol rajtunk keresztül jött létre, és valahol mi vagyunk egy kohéziós erő, hogy a különböző helyszínek is megismerjék egymást, találkozzanak, és egy hálózat létrejöhessen. Hát az is nagy dolog, hogy a kiállításoknak az anyagai el tudnak kerülni a különböző helyszínekre, és azok olyan formába kerülhetnek az adott országok érdeklődői elé, ahogy egyébként máshogy nem történhetne meg. Természetesen, hogyha már ott tartottunk, hogy egy élő helyszín volt a Kiszenakadémia és a Liszt Ferenc Emlékmúzeumnak a helye. Furcsán hangzik, hogy azt mondom, hogy Kiszenakadémia, de innen tudják a nézők, hogy miről van szó, vagy melyik helyszínről van szó. Koncerttel is készültök. A kiállítás, a koncertről is mindjárt fogunk beszélni, de maga a kiállításra milyen anyag érkezik? Tehát a Liszt emlékhelyek közül, tehát most akkor az ausztriaiak vannak, az Eisenstadtiak, a bécsiek, illetve a szülőházbeliek. Igen. Mekkora lélegzetvételű ez az anyag, és mi lesz az a különlegesség, ami miatt mindenképpen érdemes megnézni a kiállítást? Hát ami különlegesség, az inkább a mi részünkben van. Egyrészt most tesszük ki a nagy közönség elé az Erkönig átirat, a zenekari átiratnak a partitúráját, illetve Hoppa. Annak a kéziratát, amit még 2004-ben Áder János köztársasági elnök úr és Nelszény Judit Kaliforniában élő zongoraművésznő adományából tudtunk megvásárolni, azt még a Liszt Múzeum Alapítvány vásárolta meg, és az ő tulajdonában van, illetve egy nagyon-nagyon meglepő és nagyon megható adományozás révén, amelyet a Magyarországon élő Péter Lange osztrák nemzetiségű adományozótól kaptunk, Liszt születési anyakönyvi kivonata, édesanyjának egy eredeti levele, a szülők házassági levele, az ő megkeresztelésének a leve. Tehát olyan eredeti dokumentumok, amelyeket nem nagyon ismer a nagy közönség. Azt, hogy a kollégám Eisenstadtból, illetve Reutlingból milyen anyagokat hoz magával, még számomra is talány, még meglepetés. Egyelőre még csak a magyarázó szöveget kaptuk meg tőle, de mivel láttam, hogy Bécsben milyen nagyszerű kiállítást készített, főleg Eduard Lisztről, én biztos vagyok benne, hogy az ő része is nagyon izgalmas lesz. Most ezen a héten jön hozzánk másodikán, és akkor fogom megtudni. Gondolom, hogy ezt leegyeztetétek, hogy hány kiállító vitrínre van szükség, vagy mekkora helyre, tehát azért ebből lehet következtetni nagyjából, hogy mik lesznek. Igen, persze, hát az egész kiállításnak a fölépítését, a forgatókönyvet még tavaly Schillingsfürstben megbeszéltük, akkor beszéltük meg a Lisztházak találkozóján, és utána még októberben Satorúban is találkoztunk, akkor is még tovább építettük a kiállítás gondolatait, hogy pontosan tudom, hogy melyik tárlóba ki milyen tematikában fog kitenni anyagot, és azt meg kell mondanom, hogy nagyon hálás vagyok, és nagyon szeretem a kollégáimat is, mert a magyar anyagot azért megosztottuk magunk között. A képzőművészeti rész, ami nagyon izgalmas lesz, az kész van már. Petárnak Anna készítette, a Habsburgokkal való kapcsolatrendszert Pacatka Áginak adtam ki, Ágnesnek adtam ki, a kisebb zeneszerzőkkel való, osztrák zeneszerzőkkel való kapcsolattal. Fedoszov Júlia készít egy tárlót. A,
magyarországi kritikákból, amelyek Bécshez kapcsolódnak, Liszt bécsi hangversenyéhez, abból Bokor Lilla készített egy összeállítást. Magam az első bécsi évekről, a bécsi virtuóziskola és ennek hatására Kárcseni és Antonio Salieri tanításának, az indításának a lényegéről teszek ki anyagokat. Nagyon izgalmas a bécsi kritikusok 1857-ben, Eduard Hanslick és Leopold Czerner 57-ben mindketten Bécsben Lisztről írnak, teljesen ellentétesen. Hanslick az új német iskola, tehát a Liszt, Wagner és az új zenei irányzat ellen van, az programzene ellen, és nagyon-nagyon ki kell Liszt ellen, mint zeneszerzői, az új zeneszerzői stílusa ellen. Ugyanakkor, mint zongoraművész, nagyon magasra értékeli később is. Ugyanabban az évben jelenik meg Leopold Czernernek egy másik újságban a kritikája, a Faust szimfóniában, ahol ő meg azt írja, hogy egy korszakalkotó alkotás született ezzel a szimfóniával, és az esztergomi miséről pedig egy olyan gazdag és egy olyan hozzáértő kritikát írt, és elemzést írt, amelyet a későbbi előadásokhoz is kér Liszt, hogy jelentessék meg. És ez a kettő egymás mellett van, nagyon-nagyon izgalmas ebből a szempontból. És mint mondtam, hogy nagyon izgalmas például az is, hogy olyan anyagok szerepelnek a kiállítás változó részében, tehát a tematikus részében, ami rengeteg szállal kapcsolódik az állandó kiállításunkhoz is. Ilyen például a Beethoven szobor, Cumbus szobor, amelynek a kicsinyített mását a szalomban láthatják a látogatók, de ennek majd egy a szoborról kiteszünk a Beethoven tárlóban egy plakettet, és az egész Beethoven ünnepségek, Bécs és budapesti ünnepségeket járjuk közben. Beethoven tárlónál, a Schubert tárlónál is rengeteg kapcsolódási pont van, az állandó kiállításhoz Krihubernél természetesen, és talán az a nagyon izgalmas, amit a kolléganőm így egy vonalban összeállított, hogy a Cumbusnál tanult Strobl Lajos Bécsben, abban az időszakban, amikor Cumbus elkészítette a Beethoven szobrot, és ennek a hatása érződhet a mi operaházunk a két oldalán látható Erkel és Liszt szoborban, ugyanaz az ülő pózban lévő szobrok, vagy ahogyan a Danhauser, József Danhauser csoportképet 1840-ben megfesti Liszt és főleg a francia barátai zeneszerzői társaságában, ezt követi 46-ban a József Krihuber együttes, ami viszont nálunk van kiállítva. Nagyon gazdag lesz a kiállítás. Meddig tekinthetik meg? Egy évig. Reméljük, hogy rengetegen fognak ellátogatni, nem csak Magyarországról, hanem külföldről. Sok-sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen.